Mese. Ott van Pokolyó, Pátó és Eli. Háó, mindenki! Tyű, ez egy ruhás doboz. Mit gondoltok, mit akarnak ma játszani? Tudja valaki? Öltözve! Micsoda remek ötlet! Mese! Mese! Mit szeretnél? Mondjak el egy mesét. Ti pedig majd eljátszátok a szereplőket. Hű, hát ez csoda jó móka lesz. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy elég jó mesemondó vagyok. Készüljetek fel mindannyian! Hol volt, hol nem volt. Messze-messze egy távoli birodalomban élt egyszer egy bátor ifjú herceg. Ajaj. Várjunk. A herceg az, akinek koronája van. Meg tudja mondani valaki, hogy melyik barátunk a herceg? Úgy bizony, Pokolyó az. Bocs, fiúk. Na, hol is tartottam? Ja, igen. Az ifjú herceget Pokolyó hercegnek hívták. Hurrá! Nagyon-nagyon bátor volt, és nagyon jó képű. És erős. Ja, és persze magas. Igen, de ez a herceg nem egyedül élt ám a birodalmában. Nem, nem. Élt ott még egy gyönyörű elefánt hercegnő, aki... Nem, madárra nincs szükség, köszönjük. Szundi madárka, köszönjük. Elég az hozzá, hogy ő volt a világ mindenség legelbűvölőbb, legbájosabb teremtménye. Olyan kecses volt, és olyan gyönyörű, és olyan erős. Hát ez igazán káprázatos, Eli. Őszintén szólva nem egészen ilyen mesét akartam elmondani, de... Szerintem egy súlyemelő hercegnő is pompásan beleillik. Na. Hol is hagytam abba? Igen. Ez a kecses, finom hercegnő szerette a herceget. És a herceg viszont szerette őt. Nem is megy ez olyan rosszul. Mégis szomorú volt, vigasztalhatatlanul. Mert nem mehetett ki játszani Pokolyó herceghez. Egy bolond kacsa nem engedte. Gonosz volt, és bal... Ugyan már? Ne csináld ezt, Pátó, na! Ebben a mesében te vagy a gonosz. Ígérem, hogy a következőben a herceg leszel. Rendben? Tényleg? Megígérem. Jól van. Szóval, ez a bolond kacsa tényleg nagyon gonosz volt. És bolond. Bolondabb. Csak még egy icipicikét bolondabb. Ez így pompás. Köszönöm, Pato. Egyszer észrevette, hogy közeleg az ifjú herceg, és elhatározta, hogy örökre előzi rettentő szilaj tűzokádó sárkányával.
Igen, aki rávetette magát a hercegre, és rögtön elkezdte puszilgatni. Ajaj. Elég az hozzá, hogy ezek után a bolond kacsa annyira mérges lett, hogy elküldte legjobb vitézét, Szundi lovagot és rettentő seregét. Ó, igen. Halihó, Szundi madárka. Pokolyó herceget ezúttal közrefogták. Nem menekülhetett. Mit tehetett? Meghívta őket uzsonnára. Miért is kérdeztem meg? Aztán, hogy szondítsanak egyet az ágyában. Ám a bolond kacsa továbbra is nagyon mérges volt rá. Annyira, de annyira mérges volt, hogy locsolni kezdte a virágait. Az elefánt hercegnő pedig rollerre pattant és elrobogott. Eli, Eli, de hát ez nem a... Pokolyó herceg pedig száguldozott a kis autójával. És a bolond kacsa vedd magának egy kanárit. Na várjunk csak egy percet. Értem már, igen. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer pár barát, akik nagyon szerettek játszani egymással. Hurrá! Milyen szép mese! Éljenek a mesék, és éljen Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.